Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veled. És a Vízkereszt ünnepe van, a Szent Misénket pedig a Mádi falvi veszedelem áldozatainak emlékére ajánljuk föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én végtem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor a szeretetlen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és gyereket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségben. Miután a hitből már itt megismertünk téged, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasnánk Izaiás próféta könyvéből. Kelj föl és tündökölj Jeruzsálem, mert elérkezett a világosságod, és az Úr dicsősége fölragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támad fényességhez. Hordozott körül tekintetedet, és lásd, mind egybe gyűltek, és ide jönnek hozzád. Fiaid messze táborból érkeznek, s leányaidat karon fogva hozzák. Ennek látára földerülsz, szíved dobog az örömtől, és kívánul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özölik a nemzetek kincse.
Telik áradata borít majd el, Márián és Eva dromedárjai. Mind sávából jönnek, aranyat és tömjét hoznak, és az Úr dicsőségét zengi. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hálába. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amelyről korábban nem tudtak az emberek, de most a lélek a szent apostoloknak és a prófétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek és az evangélium által részesei az ígéreteknek. Ez az Isten igéje. Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták, hol van a zsidó újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, és vele egész Jeruzsálem.
összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak. A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta. Te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népennek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének az időt. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig miután meghallgatták a királyt, elindultak, és lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük jár, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte. Majd kinyitották kincsezsákjaikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirrát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igényi. Áldjunk téged, Krisztus! Egy nagyon érdekes ünnep ez a mai, a nevében is, meg az idős folyamán a különböző megnevezésben, az elterjedésben is, és a mondani valójában is. Mi magyarosan azt a nevet használjuk rá, ami az egyik legszerencsétlenebb név. Vízkeresztnek hívjuk, holott a lényeghez szinte semmi köze. Magyarázatot mondhatunk, hogy miből ered a név, és honnan, hogy és mint. De hát az eredeti neve ennek az ünnepnek Epifánia, görög szó ez, és nem jelent más, mint isteni kinyilatkoztatás. Az Istennek a megjelenése és önmagának a kinyilatkoztatása. Ugye azt mondani se kell, hogy a kezdet kezdetén az apostoloknak erről az a tapasztalatuk volt mindössze, hogy ott Jézussal jártak a különböző helyeken az országukban, és látták, hallották, tapasztalták, hogy Jézus mit tanít, mit tesz. Aztán tanúi voltak annak, hogy keresztre feszítik, meghal, tökéletesen, úgy, mint bárki más, és föltámad, úgy, mint senki. Eddig még. Őket ez befolyásolta. És az apostolok az első pillanattól kezdve ezt ünnepelték. Krisztusnak a halálát, feltámadását. És azokat, amiket ők személyesen megtapasztalták róla. Eszük ágában se volt azon gondolkodni, hogy vajon mikor született? Vajon mi történt vele gyerekkorában? Mi volt abban az időszakban vele, Jézussal, ameddig nem lépett föl a nyilvánosság előtt. És akkor itt kezdődtek azok a sorok, hogy hát hogy is lépett, mit ér? Hát a kereszteléskor. Hát amikor oda jött keresztelő Jánoshoz, és ő is megkeresztelkedett, és keresztelő János rámutatva mondta, íme az Isten báránya, ő veszi el a világ bűnét, róla beszéltem, ő az. Na ez az első isteni megnyilatkozás róla, amit az apostolok felfedeznek, és ők maguk is tanulják. Nem mind, de akik az elején ott voltak, és a meghívottak elején voltak, ott vannak. Keresztelő Jánosnak is a tanítványai voltak, rögtön Jézushoz szegődnek. Aztán, ahogy elkezdtek kutatni a valamikori gyermekkorba, akkor derül ki, hogy hol is született, milyen körülmények között, hogy is jöttek a napkeleti bölcsek hozzá hódolni. Na most az első időben ezen az ünnepen, ami úgynevezett Epifánia volt, összegyűjtötték azokat a jeleket, amelyeken az isteni megnyilvánulás jele van. Amiből az olvasható ki, hogy van Isten, bízni kell benne, szeret bennünket, ragaszkodjunk hozzá. És akkor gyakorlatilag
Ehhez kapcsolódott tehát a három királyoknak a látogatása, úrólottak, azt hallottuk most. Aztán ugyancsak ekkor ünnepelték azt, ami már szintén az apostoloknak a tapasztalata volt, amikor a kánoi mennyegzőn a bor csoda történik, vizet borrá változtatja, isteni hatalmának a megnyilatkozásaként tapasztalják meg. És akkor gyakorlatilag ennek az összefüggése az első igazi Jézus születéssel és a gyerekkorral kapcsolatos jel, ez a négy együtt, amiből természetesen az idő folyamán, ahogy alakul a ünnepeknek a sora, menetrendje, legkülönbözőbb féleképpen bomlik le és szedik szét. Második vatikáni csinat után erre a napra, az úgynevezett vízkereszt napra, vagy Epifánia napra összesen a három királyoknak az ünneplése maradt, mert a keresztelést, Jézusnak a megkeresztelkedését a jövő vasárnap fogjuk ünnepelni, tehát lebontották erről az ünnepről. Aztán a kánai mennyegzőn szintén lebontották róla, azt még egy héttel később, évközi első vasárnapra lesz a témája. A születésnek megünnepeljük már december 25-én, mi a nyugati egyház. A keletiek érdekes módon megmaradtak ennél. És ők a születést is most ünnepik. Nekik ezért van ez a csúszás. Tulajdonképpen az első a kezdeti időköz való ragaszkodás. A harmadik századtól kezdve tulajdonképpen Jézus születésének az ünnepe, és hozzá kapcsolódik a napkeleti bölcseknek a hódolata. Itt, mivel az evangéliumunk erről a három bölcsről, vagy igazából mind a mai napig nem tudják, hogy ez tulajdonképpen csillagjósok, csillagtudósok, kutatók voltak, milyen fajtában, így ahogy a Szentírás emlegeti, itt is elsősorban Mátéra vagyunk hagyatkozva, és napkeleti bölcseknek emlegeti, hogy jönnek. A mondani való pedig benne az, amit itt hallhattunk is, két-három szóban csoportosul. Miért vették ezek észre ott valahol a távoli országunkban, ahol vannak, valahol Perzsiában, vagy talán még távolabb is egyik másika, hogy az a bizonyos csillag, amit eddig nem ismer, azóta már tudjuk, hogy ez visszatérő csillagkép, a úgynevezett betlehemi csillagkép. Miért jelentett nekik ez a csillagkép megjelenése az, hogy hát akkor a zsidó királya megszületett, menjünk, és ahogy ők mondják, kódoljunk előtte. Ez elgondolkodhatja az embert. Mert nagy különbségben semmi közük nem volt nekik a zsidó valláshoz. Nem hozzájuk tartoztak, nagy valószínűséggel még csak nem is nagyon tudhattak arról, ha csak pont a tudás és az okoskodás és a kutatás révén nem hallottak valamit arról, hogy mi is az a zsidók által várt messiás, és mit is tartalmaz az, és mit jel rejt magában. Mindegy, útra kelnek, és ez az egyik nagy titok, hogy mi indítja el őket, és nem az egész tömeget, nem az egész népet, ahol ők laknak, hanem őket elindítja keresni ezt a kis királyt. És emberi gondolkodás viszi őket tovább, a csillag indítja, hát akkor nyilván a király udvarába kell keresni, irány Herodes. És akkor ott kiderül, hogy félre vezett őket az okoskodásra. Mert a király udvarában nincs kis király. És ott a másik szó. Eljöttünk, hogy hódoljunk. Herodes azt mondja, nézzetek utána, keressétek meg, ha megtaláltatok, jelentsétek nekem, mert én is elmegyek hódolni. Észreveszünk, testvérek, hogy 2020 óta az idő most is ilyen? Nem sokat változott? Ugyanazt a szót használjuk, és az egyik nagyon jó jelent, a másik nagyon rosszat. A napkeleti bölcsek hódolni jönnek, és így tényleg hódolnak is. Leborulnak a kisgyerek előtt, ajándékot adnak, imádságos lelkület, Istenhez kötődő lelkület hozza őket. Tehát igazi hódolat, igazi meghajlás, tisztelet az isteni főség előtt. De ugyanezt a szót használja Herodes is. Elmegyek és hódolok én is. Ha majd meggondolod, hogy hol van. Ugye tudjuk, hogy a Herodes hódolata mit jelent. Most is benne van a világunkban ez a fajta félrebeszélés, hogy ugyanazt a szót mondja az egyik is,
nagyon jót írt rajta, szív jóságát, ugyanazt a szót használja a másik is, és gazember módon, ellenségként, megölő módon, teljesen pont az ellenkezőjét jelenti. Pedig ugyanazt a szót használja. Ismerős, ugye? Nem kell nekem azt hiszem pontos pontokat mondani, hogy hol merre. Bekapcsolja a rádiót, kinyitja az újságot, bekapcsolja a televíziót, ömlik belőle, garmadában. Aztán tessék ember lenni, aki megtapasztalja és megtalálja, hogy melyik az igazi. Az igazi értelme és a jó értelme. Nekünk ahhoz kellene ragaszkodni, amit a rakeleti bölcseki ténylegesen komolyan vettek. Nem kimérve fáradtságot, eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. És megtalálják, és tényleg hódolnak előtte. És érdekes módon királyi ajándékokat adnak. Na nem az aranyat, mert az nem királyi ajándék. Az csak a gazdagságnak a jele. Semmi térő. Hanem a másik kettő. A többi érdekére. Az királyi ajándék. Valami ilyesmit kellene nekünk is mindig hoznunk, amikor eljövünk a templomba, hogy hódoljunk neki. A szívünk, lelkünk igazi kincsét kellene hozni. Mert az az igazi érték. Nem a félre beszélés, nem a mellékbeszélés, ezért nem, meg azért nem, meg így, meg úgy, meg nem. Az igazi szívemet, igazi hódolatát kell hoznom minden alkalommal, amikor csak belépek az Úr templomába, amikor csak a Jóisten színe elé gondolom és képzelem magamat. Hiszek egy Istenben. Minden népet egybegyűjtsön, el nem múló országodba. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, tekints jóságosan egyházad adományaira, már nem aranya, tömjént és mirhát hozunk elé, hanem magát Jézus Krisztus, akit ezekben az adományokban vallunk, feláldozunk és magunkhoz veszünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyám, mindenható örök Isten. Te Krisztusban ma kinyilatkoztattad a nemzeteknek üdvösségünk titkát, hogy világosság áradjon rájuk. És amikor fiad halandó testünkben megjelent, halhatatlanságának fényével újjá alkottál minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste, legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adati. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálát a kérdekünk, Urunk, és így elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért mi a halálának és feltámadásának emlékünk ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és a üdvösség kenyerét. És hálát adunk, mert arra hívtattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk. Kérve kérünk, gyűjtsön egy a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el e világból. Bocsásd őket, szent színed látása! Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyának, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek e földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus békefejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Köszönjétek egymást a béke jelében. Akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hívom a hét, hanem csak egy szóval mond, és megkült az életet. Biztos teste is. Thank you.
Kérünk Istenünk, járj előttünk mindig, mindenütt mennyei fényességeddel, hogy tiszta lélekkel szemléljük a szent titkot, amelynek részeseivé tettél, és tiszta szívvel fogadjuk azt magad, Krisztus, ami tudunk által. Mennyei Atyám, minden élet forrása, Tűnj el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk felé Krisztus, felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő úrunk és mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, következő vasárnap Jézus megkeresztelkedésének az ünnepét, a Szent Misénket Kerekes Antal lelkődvér fogjuk fölajánlani. És mielőtt a híveket megáldanám, a vízkereszthez kötődő szent víz, vagy szentelt víz készítése történik, a só megáldása és a víz megáldása. Lehetséges, hogy Jézus megkeresztelkedésén kívül, vagy ahhoz kötődve, innék is jön a magyar elnevezés talán. Segítségünk az Úr nevében. Könyörögjünk, mindenható örök Istenünk. Alázatosan kérjük a te irgalmadat, áld meg és szenteld meg atyai jóságoddal ezt a sót, amelyet az emberiség használatára teremtettél. Add, hogy mindazoknak, akik ezt használják, testi lelki üdvét szolgálja, amire hintik, vagy amibe vegyítik, az tisztuljon meg a gonosz lélek minden ártó hatalmától és megrontó befolyásától, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, azaz misztériumaidat vízből fakasztod a számunkra. Hallgasd meg a mi könyörgésünket, és árazd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre a te áldásodat. Add, hogy ez a te teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket, és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. A hívek házában, vagy bármely más helyen, akármit is érint, vagy meghint ennek a víznek a cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme, szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése. Ennek a víznek hintése által távozzék, és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy a nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy szent neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.